A mai videóban megtudhatod, hogy hogyan szabadulj meg olyan limitáló meggyőződésektől, amik visszatartanak attól, hogy kiteljesedj és igazán megélhesd önmagad. Rengeteg emberben kialakult a kép, miszerint ő nem elég jó, és ez folyamatosan visszatartja attól, hogy igazán boldog lehessen, azonban a mai videóban megtudhatod, hogyan is szabadulj meg ettől a meggyőződéstől. Ha új lennél a csatornán, engem Vivinek hívnak, és azért vagyok itt, hogy segítsek neked emlékezni arra az erőre, ami benned lakozik. Az erőre, ami mindent képes megváltoztatni. Valószínűleg már te is tudsz arról, hogy te teremted a valóságod. Hogy ebben a világban minden, amit tapasztalsz, az belőled indul ki. A külvilág visszatükrözi azt, ami benned van legbelül. Emiatt nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy milyen meggyőződésekkel, programokkal rendelkezel, hiszen folyamatosan ezek alakítják az életed. Hogyha valami nem tetszik az életedben ebben a pillanatban, akkor magadban szükséges megkeresned az okát, hogy vajon mi az, ami ezt teremti. Ez mind ott van benned. És itt jön képbe pontosan az a meggyőződés, hogy rengetegen úgy gondolják, hogy ők nem elég jók, és ez sokszor nem is tudatos. Az elmúlt időszakban én belevetettem magam az árnyékmunka rejtelmeibe, és elkezdtem boncolgatni saját magam, elkezdtem vizsgálni az életemet és az eredményeimet, és rájöttem arra, hogy az eredményeim, a siker, amit tapasztalok az életben, nem tükrözi vissza azt a munkát, amit esetleg belefektetek bizonyos dolgokba. És ez az egész életemre, legalábbis amire emlékszem, jellemző volt. Akár az iskolában, akár a párkapcsolatok terén, mindig azt tapasztaltam, hogy rengeteg energiát belefektetek valamibe, amit szívesen teszek, azonban nem tapasztalom azokat az eredményeket, amit mondjuk más számára az ilyenfajta munka hoz. És itt rájöttem arra, hogy ez azért van, mivel úgy gondolom, úgy érzem saját magamra, hogy nem vagyok elég jó. Amikor ezt felismertem, azt is szerettem volna tudni, hogy vajon ez a meggyőződés honnan származik, így elkezdtem levelet írni, ahol meg is kaptam a választ, és azt a választ kaptam, hogy gyerekkoromban, amikor édesapám elhagyott, amikor eltűnt, én ezt úgy éltem meg, hogy ő azért hagyott engem magamra, mivel én nem vagyok elég jó. És ez a meggyőződésem innen származik. És hogyha felnőtt fejjel ebbe belegondolok, akkor természetesen tudom azt, hogy semmi köze nem volt ahhoz, hogy én mennyire vagyok jó, vagy mennyire nem, annak, hogy ő eltűnt. Azonban gyerekkoromban, 7 éves koromban én ezt így éltem meg. És ez azóta is kísért és hatást gyakorolt az életemre. Azonban amikor ezt felismertem, akkor rájöttem arra, hogy ezt meg tudom változtatni. Tehát te sem biztos, hogy tisztában vagy azzal, hogy úgy gondolod, nem vagy elég jó, vagy esetleg nem is érted, hogy miért gondolnád úgy, hiszen te megteszel mindent tőled telhetőt. Azonban ez a meggyőződés ott bújhat benned nagyon mélyen, és valószínűleg, ha ezt a videót nézed, akkor ez sem véletlen. Tehát neked is szükséges felismerned ezt, és végre elengedni, hiszen mindenki, aki ezen a világon van, elég jó. Mindenki a legjobbat érdemli. Azonban, hogyha úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk elég jók, akkor ennek megfelelő eredményeket fogunk kapni. Hiába teszel te meg minden tőled telhetőt, mivel legbelül úgy érzed, nem vagy elég jó, ezért azok a dolgok, amiket teszel, sem elég jók, akkor hogyan is kaphatnád meg azt az eredményt, amit tényleg érdemelsz. Tehát miután felismersz egy ilyen meggyőződést, mit is tehetsz? Én ilyenkor általában a kopogtatáshoz fordulok, hiszen számomra ez mindig is bevált, és most is ezt tettem, és csak 10 perc után úgy éreztem, mintha teljesen kicseréltek volna, ezért is szeretném megosztani veled is azt a gyakorlatot, amit én is elvégeztem, így neked is segítségedre lehet. A kopogtatással már korábban találkozhattál a csatornán, de hogyha szeretnél róla többet tudni, akkor a videó alatti leírásban megtalálod a linket hozzá, és itt még többet megtudhatsz erről a gyakorlatról. Ebben a videóban a kopogtatás részleteiben nem szeretnék elveszni, inkább úgy gondoltam, hogy végigcsinálok veletek egy gyors kopogtatást, amivel végre el tudjátok engedni azt a meggyőződést, hogy nem vagytok elég jók. Az első mondat, amit alkalmazni fogunk ehhez a gyakorlathoz, nem lesz más, mint az, hogy úgy érzem,
nem vagyok elég jó, de szeretem és elfogadom magam. Ezt fogja követni az a mondat. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de megengedem, hogy ez megváltozzon. És végül a gyakorlat zárásaként az lesz az utolsó mondatunk, hogy úgy érzem, elég jó vagyok, szeretem és elfogadom magam. A pontokkal, amiken kopogtatunk, már találkozhattál a korábbi videóban, azonban most gyorsan felidézném, mielőtt belevágunk ebbe a feladatba. Az első pont a kézfej oldala lesz, ezt követi a szemöldök kezdete, a szem melletti csont, a szem alatti csont, az orr és a száj közötti rész, majd az áll, aztán a kulcscsont, a hónaj alatti rész, és ezután szeretnék kettő olyan pontot, amit az előző videókban még nem mondtam, azonban én nagyon-nagyon szeretem a hüvelykúj körömágyának a belső részét kopogtatni, és a kisújnál ugyanezt a pontot. Ez a tüdő és szív meridián, és számomra talán ez tényleg a két kedvenc pont. Tehát mindenképpen szerettem volna ebbe a videóba ezt is megosztani veletek. De nem is szeretném tovább húzni az időt, vágjunk bele a kopogtatásba. Bármi is jön fel benned a videó közben, csak hagyd, hogy felszínre törjön, és engedd el. Tehát akkor vágjunk is bele, az első mondat nem lesz más, mint úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Kezdjük is el. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de szeretem, és elfogadom magam. És most pedig következik a második mondat, ami nem más, mint úgy érzem, nem vagyok elég jó, de megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó, de megengedem, hogy ez megváltozzon.
Úgy érzem, nem vagyok elég jó. De megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó. De megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó. De megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó. De megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó. De megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó. De megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó. De megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó. De megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó. De megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó. De megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó. De megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó. De megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó. De megengedem, hogy ez megváltozzon. Úgy érzem, nem vagyok elég jó. De megengedem, hogy ez megváltozzon. Most pedig következik az utolsó mondat, ami úgy hangzik, mint úgy érzem, elég jó vagyok, szeretem és elfogadom önmagam. Úgy érzem, elég jó vagyok, szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok, szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok, szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok, szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok, szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok, szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok, szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok, szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok, szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok, szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok, szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok, szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok, szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok, szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok. Szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok. Szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok. Szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok. Szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok. Szeretem és elfogadom magam. Úgy érzem, elég jó vagyok. Szeretem és elfogadom magam. És most vegyünk együtt egy mély levegőt. Ha esetleg úgy éreznéd, hogy ez nem volt elég, akkor menj vissza a kopogtatás kezdetéhez, és végezd el ezt a gyakorlatot újra. Addig folytasd, ameddig nem érzed, hogy megnyugodtál, és nem érzed ezt a kellemes bizsergést a szíved környékén, de a legfontosabb, addig végezd ezt a gyakorlatot, ameddig nem érzed úgy,
hogy elég vagy. Már elég jó vagy, most is. Úgy vagy jó, ahogy vagy, és ez mindenki másra is igaz. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál, és itt is szeretném megköszönni mindenkinek a csatorna támogatást. Nagyon szépen köszönöm, hogy lehetővé teszitek, hogy továbbra is készíthessem nektek ezeket a videókat. A linket a videó alatti leírásban megtalálhatod, ahol te is tudsz segíteni a csatorna fejlődésében. Nagyon szépen köszönöm, legyen csoda szép napod, és sikeres teremtést! Imádok videókat készíteni!